A Szabolcsi megyeszékhelytől 6 kilométerre helyezkedik el Nyírpazony, Nyíregyházáról pár perc alatt a fejlődő nyírségi településre érkezhetünk. A nyírpazonyi lakosok száma folyamatosan nő, a községben jelenleg mintegy 3600-an élnek, az átlag életkor pedig 40, jóval alacsonyabb, mint a hasonló kisebb településeknél, hiszen a megyeszékhely közelsége és a nyugodt környezet is vonza a fiatalokat. Nyírpazony polgármestere Dubai László 2010 óta vezeti a települést, azóta több fejlesztés valósult meg a községben. 2010-ben az önkormányzati választások után meghatároztunk egy stratégiát, hogy hogyan fogunk elindulni, és mik azok a prioritások, amelyek mentén haladni fogunk a településen. Az első és legfontosabb prioritás az volt, hogy az önkormányzatnak a működőképességét tudjuk biztosítani, az anyagi vonzatára gondolok a dolognak, tehát ne legyen eladósodva, és folyamatosan az intézmények, illetve a település üzemeltetése biztosítva legyen. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy ne legyünk rászorulva semmilyen segélyre, illetve támogatásra ebből a szempontból, és úgy határoztuk meg, hogyha bármilyen fejlesztés a településen az elkövetkezendő időszakban lesz, akkor addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Volt egy kis tartalékunk természetesen, és így indultunk el. Ez volt a legfontosabb. 4-5 stratégiát határoztunk meg még mellette, ami alapján végeztük a munkánkat, illetve indultunk el azokkal a fejlesztésekkel, amelyek elképzelésként megfogalmazódtak bennünk. A 2010-es fejlesztési elképzelések között szerepelt többek között az oktatás-nevelési intézmények bővítése, korszerűsítése. Külsőleg és többnyire belsőleg is szinte az összes működő intézményünk megújult a településen. Az iskolában külsőleg egy komoly energetikai beruházást hajtottunk végre, és valósítottunk meg 2015 évben, homlokzati hőszigeteléssel, vízszigeteléssel, tetőszigeteléssel, illetve ahol szükséges volt nyilászáró cserével. Ugye az iskolában az egyik legnagyobb működési kiadás és összeg az a gáz kiadás és a fűtési kiadások voltak. Ezt sikerült egyébként normalizálni és mérsékelni, és a hideg kemény telek ellenére is anyagilag mérhető különbség van, csökkenés van egyébként a fűtés számlák tekintetében, úgyhogy ez egy nagyon fontos 70-80 millió forintos beruházás volt az iskolában. A kisebbek, az óvodások is megújuló energiát hasznosító épületben nevelkedhetnek. A 100 férőhelyes korszerű aranyalma óvoda szinte teljes kihasználtsággal működik, közel 100 gyermek tölti itt hétköznapjait. Nyírpazonyban az óvodáskorú gyermekek száma az több mint 100 fő. Szerettük volna, hogyha ez a 100 fő, vagy a több mint 100 fő nyírpazonyi óvodás gyerekből minél többet itt láthatunk a településen, az óvodánkban, az intézményünkben, és minél kevesebben mennének el. Nem volt egy kultúrátorna szoba kialakítva, és csoport szobákba is viszonylag szűkösen féltünk már el, ezért használtuk ki azt a pályázati lehetőséget, amely 2013-ban volt, hogy egy tornaszobával és egy komplett csoport szobával bővülhetett az óvodánk, és ezáltal ez a probléma kiiktatódott és megszűnt, és gyakorlatilag azt lehet elmondanunk, hogy igenis férőhelyben és kapacitásban most már esetleg 100 fő feletti gyermeklétszámmal is kényelmesen el tudunk boldogulni. A gyermekek szín- és zeneterápiás sószobát is használhatnak, az udvarra pedig korszerű játékok csalogatják őket. Hogyha bölcsiskorú a gyermek és netán a szülődnek el kell mennie dolgozni, mert a munkahelyen múlik rajta, akkor családinak közébe, vagy bölcsődébe, családi bölcsődébe most már lehessen lehetősége arra, hogy itt Nyírpazonyban helyezze a gyermekét, nem kell akkor a városba bevinni. Úgyhogy a terv és az elképzelés 2012-ben született meg arra, hogy a régi házasságkötő termünket azt átalakítjuk, és családi napközét fogunk kialakítani 14 férőhelyel, és tényleg volt pró és kontra vélemény, volt igény rá, volt, hogy talán nem fog működni. Az élet azt bizonyította be, hogy működőképes, sőt azt mondom, hogy most már sorban állás van jelenkezés tekintetében, úgyhogy most azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk még maximálisan még bővíteni a létszámot, természetesen megfelelő engedélyekkel, hiszen egy reális és jogos lakossági igény jelenkezik a bővítés tekintetében. A családi napközi épülete mellett található a megújult polgármesteri hivatal. Két pályázati lehetőség volt, amit kihasználtunk, illetve két pályázati támogatással valósult meg a környezetnek a kialakítása, illetve magának az épületnek az átalakítása. Nagyon szerettük volna
a polgármesteri hivatalban elérni azt, hogy ne sárba kelljen a dolgozóknak megállni, hiszen a polgármesteri hivatal előtti parkoló az ügyfelek részére volt fönntartva, és sikerült egy olyan pályázatot találnunk, amelyben egy kulturált parkolót tudtunk kialakítani, és maga a park is a bejárata megújult. A polgármesteri hivatal előtt volt egy kerítés, ami úgy elválasztotta a hivatalt és magát a parkot. Mi úgy gondoltuk egyébként, hogy a közintézményeket ezeket ki kell nyitni és nem bezárni kell, úgyhogy a kerítést megszüntettük, és ezt a vonalat követtük egyébként még a településen több helyen is, hogy ahol közparkot alakítottunk, azt ne zárjuk be, hanem nyissuk meg a település lakossága előtt. De a parknál sokkal fontosabb volt magának az épületnek az átalakítása. Nem csak külsőleg, mert annak az energetikai pályázatnak, aminek része volt az iskola, annak része volt a hivatal is, egy külső szigeteléssel és nyilászáró cserével, de amit szerettünk volna megvalósítani, hogy egy komoly ügyfélvárót kialakítani. Régebben a hivatalomban, hogyha beléptek, akkor gyakorlatilag útjelző táblák mutatták azt, hogy akkor hova lehet és melyik ügyintézéhez lehet fordulni. Fontosnak tartottuk egyébként a 21. században azt, hogy legyen egy ügyfélszolgálatos pult kialakítva, ahol, hogyha bármilyen ügyfél bejön, akkor jó napot kívánok, miben segíthetek, mondattal várjuk az ügyfelet, és akkor eligazítsuk. És ügyes bajos problémáit lehet, hogy már ott meg tudjuk oldani az ügyfélszolgálatnál, és ahhoz nem kell külön az ügyintézőt keresni. Én Nyírpazonyban születtem, Törzsgyökeres nyírpazonyi vagyok, itt jártam iskolába, és nagyon kötődöm Nyírpazonyhoz, az egész családom, rokonságom, mindenki itt él, a testvéreim Nyírpazonyban, és nagyon szeretjük. Szép, tiszta, rendes, szinte hasonlít egy kis városhoz. ...2015-ben járt le a régi szolgáltatóval a szerződésünk a temető üzemeltetésére vonatkozóan, és a képviselőtestületünk úgy döntött, hogy a temető üzemeltetését, a település üzemeltetési KFT-nkre fogjuk rábízni a 2016-os évtől kezdődően. Megvártuk, ameddig lejár a szerződés egyrészt, másrésztől pedig addig szintén tervszerűen igyekeztünk kialakítani azt a háttérbázist gépek, emberek vonatkozásában, amely biztosítja azt, hogy igenis mi ezt a feladatot el tudjuk látni. És találtunk egy pályázati lehetőséget a temetői sétánynak a kialakítására, egy 2 méter széles, nagyon hosszú, a régi temető részben egy teljes új sétány kapott, térburkoló kövezve, nagyon kulturált állapotban a temetőnk. Közel 300 fát ültettünk, platánfát és hásfát ültettünk a temetőbe. Állandó temető gondnokunk van kint, ami szintén nagyon-nagyon hiányzott, és a lakossági visszajelzés volt arról, hogy nem találják a temető gondnokot, ügyes-bajos problémákkal nem lehet megkeresni. 2016-tól ezt is kiküszöböltük, hiszen önkormányzati alkalmazásban egy temetőgondnok 8 órában ellátja a feladatot, és tényleg sokat keresik, és ott a felmerülő lakossági igényeket, jogos lakossági igényeket azonnal tudjuk orvosolni. A vallásos településen katolikus templom is van, mögötte a hetednapi adventista egyház kápolnája található. A legtöbb hívőt pedig ez a puritán épület vonza, itt a református templomban kötöttek házasságot többek között Blaha Lujza szülei is. A templom mellett a nyírpazonyi református egyházközség működteti a Simeon Szociális Szolgáltató Központot, az 50 férőhelyes idősek otthonában is igen aktív a közösségi élet. Nyírpazony egy csodálatos kis település, én itt születtem, és itt is élek, és itt fogok meghalni, és bízok benne. Márpedig len azért is, mert nagyon, nagyon szeretik itt egymást az emberek. Ennek következtében nagyon jó kis közösségeket alakítottak ki. Minden korosztálynak igyekeznek megfelelő közösséget találni. Van nőklubja, van nyugdíjas klub, a református gyülekezetnek van egy nagyon jól működő, simán idősek otthonában működő idősnappali klubja. Ezek egymástól elválaszthatatlanok, mert szinte törzstagok vannak mindenütt, és fiatalokat bevonva próbálnak majd az utódoknak ugye kiépíteni azt a területet, ahol jól érezhetik magukat. Ezen kívül a nagyon jó a kapcsolatuk ezeknek a kluboknak az intézményekkel, ez kitűnik a kulturális élet területén, ugyanis egymást segítve, egymásnak örömet szerezve bekapcsolódnak a kulturális tevékenységbe. Mind az iskola, mind az óvoda dolgozói, illetve az ott tanuló és nevelkedő gyerekek részt vesznek a klubok kulturális életébe, illetve a település kulturális életébe. Többek között működik egy nyírpazonyi nőklubja néven egy ilyen asszonytársaság.
nem nyugdíjas klub, azt ki kell kötni, hanem igenis azok az asszonyok, akik még aktívan dolgoznak, van közöttünk azért egy pár nyugdíjas is. Havonta egyszer jövünk össze, de attól függetlenül körtelefon megy, és akkor találkozunk. Legutóbb fagylaltozni voltunk, színházba voltunk, nagyon szeretjük. Nagyon a polgármester jobb keze vagyunk, elmondhatnám, mert bármilyen program van, akkor a Nyírpazonyi Nők klubjára számíthat. Úgy táncba, énekbe, vagy bármilyen területen megállja a Nyírpazonyi Nők klubja a helyét. A település további fejlesztések előtt áll, a tervek többsége már készen van. A nagyobb évű fejlesztések úgy tudnak megvalósulni Nyírpazonyban, hogy ugye van egy jogos és egy reális lakossági igény az adott területre vonatkozóan, hogy mit is szeretnénk fejleszteni. Emellé áll hozzá az önkormányzat, a képviselőtestület, hogy igenis akkor, ha lesz pályázati lehetőség, akkor azt adjuk be, és pályázzunk erre. És a pályázatot miután megnyertük, a pályázati forrás rendelkezésre áll, akkor tudjuk megvalósítani ezt a beruházást. Tehát ez több összetevős folyamat. És ebből a folyamatból van, amire mi vagyunk ráhatással, és van, amire pedig várakozunk, hogy akkor különösen a pályázat eredményére, hagyd mondjak egy példát erre. A Kabaláson egy útszélesítés előtt állunk, egy 2 kilométeres útszakasz szélesítése, ami kerékpásával lesz megvalósítva. 2016 március végén adtuk be a pályázatot, és a napokban jött eredmény róla, hogy támogatható lesz a beruházás, úgyhogy ez egyik legnagyobb horderejű beruházás lesz ez a település életében. Illetve van egy másik pályázati lehetőség, pontosabban két pályázati lehetőség. Említettem, hogy Nyírpazonynak nem volt adóssága, nem kellett konszolidálni a települést, és ezért mind jól gazdálkodó település 212 millió forint támogatásban részesült az önkormányzat, és ezeket a pénzeket próbáljuk a lehető legjobban a lakossági igényekhez és jelzésekhez igazítva felhasználni. Ezek a lakossági igények, és tényleg erről is nagyon jól beszélnünk, hogy ennek a pályázatnak a része a település rendezési tervünknek a módosítása, és a település rendezési módosítás előtt megkérdeztük a nyírpazonyi lakosoknak a véleményét, hogy mit tartanának a legfontosabbnak abban, hogy fejlesztünk a területen, és tényleg nagyon jó volt visszahallani, hogy az önkormányzati szándék, hogy a lakossági szándékkal nem párhuzamosan halad, hanem az egy a dolog, és utak, csapadékvízelvezetés, járdák, járdaszélesítés, úgyhogy a pénznek ennek a 212 millió forintnak a legnagyobb részét, 60%-át erre a célra fogjuk fordítani.